saját szemükkel. Az önkormányzat illetékesei minden intézménybe elmennek, hogy lássák, mit kell felújítani. Nem csak kulturális hagyományápolással foglalkoznak, a cigány önkormányzat vezetőjét kérdezzük. És erdei táborok a Csiki pihenőkertben, tematikus napokat és osztálykirándulásokat is tartanak. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Májusban tartják az intézménybejárásokat az önkormányzat szakemberei, hogy felmérjék, hol milyen felújításra van szükség. Ez minden évben 12-15 intézményt érint. Legutóbb a Pittypank bölcsödében jártak, ahol az épület beázását és a játszóudvar gumiburkolatát találták problémának. Mivel a bölcsöde június közepétől nagyjából egy hónapig zárva lesz, így a karbantartási munkákat is erre az időszakra kell időzíteni. Jó. Tehát ez simán így, ugye hiányzik, most már megszűntek vagy eltörtek a kapcsok. Megkezdődtek a nyári felújítást megelőző intézménybejárások. Ezeknek az alapvető célja az, hogy véglegesítsék az önkormányzat műszaki ügyosztályának a szakemberei azokat a feladatokat, amelyeket ezen a nyáron mindenképpen el kell végezni a zavartalan működés érdekében a város fenntartásában lévő intézményekben. A Pittypank bölcsödében most úgy tűnik, hogy az ütéstompító lapok jó részét viszonylag gyorsan ki kell cserélni, amint arra lehetőség adódik. 2018 évi nyári intézményi felújítások keretén belül itt a Pittypank bölcsödében a játszótéri részek előregedett, felkagylósodott gumitégla burkolatát fogjuk kicserélni öntött gumira. Most ezt néztük meg a kivitelezőkkel, kiküldtük múlt héten az ajánlatkéréseket, bejártuk, megmutattuk itt a helyszínen, jövő héten várjuk az ajánlatokat, és szeretnénk májusban leszerződni erre a munkára, annak érdekében, hogy a bölcsöde ugye június közepétől július 22-ig lesz zárva, akkor lesz a nyári zárvatartása, és az idő alatt meg tudjuk csinálni ezt a felújítási munkát. Mivel ebben az évben összesen 100 millió forint áll a város rendelkezésére intézményi felújításokra, alaposan át kell gondolni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek halaszthatatlanok, illetve prioritást élveznek. Természetesen még a minősítésük megvan ezeknek a játszótereknek, tehát használni lehet, de mivel a bölcsöde bővítésekor 2011-ben készültek el ezek, úgyhogy időszerű most már a cseréjük, úgyhogy ezeket kezdjük meg első ütemben most idén nyáron. Alapvetően egyébként a bölcsöde mellett hány intézményben lesz felújítás itt a nyáron, úgy átlagosan nagylából mit lehet elmondani róla? Általában egy 12-15 intézményt szokott érinteni a nyári felújítási munka, mindig az adott költségvetés szerint csináljuk ezeket a munkákat. Persze adódnak viszmajor esetek is. A Pittypank bölcsödében például a régi épületrész tetőszerkezete több helyen is beázott. Itt látható a beázás a bölcsödében, az épületben, a régi épületben vagyunk jelen. Pillanatban ez 2002-ben épült, több helyen beázik. Az előző rész már sikerült megjavítatnunk a költségvetésből, de erre sajnos nem sikerült beterveznünk, mivel hogy a szakértői véleményre vártunk, mert hogy az önkormányzat kért egy szakértői véleményt, hogy a tető állapota milyen állapotban van, és ez később érkezett meg, és ezért volt szükségünk arra, hogy az önkormányzattól újabb segítséget kérjünk, és így kaptuk meg az előirányzatmódosítást. Nagyobb esőzésnél volt arra példa, hogy alá kellett tennünk egy lavort, mert hogy úgy csöpögött, és ugye teljesen elázik, és vannak elektromos vezetékek, amelyekbe, ha belefolyik a víz, akkor az balesetveszélyes. Így, hogy az önkormányzat megszavazta a plusz segítséget, hogyan tudnak tervezni, és mikorra próbálják meg a felújítást beütemezni? A nyári zárás idejére szeretnénk a felújítást beütemezni. Az önkormányzat szakértői véleménye alapján fogják javítani, azok a legsürgősebb részt fogják javítani, ahonnan az ázás jobban elindult, és így megoldódik az a probléma, hogy az épület állagát meg tudjuk óvni. A tető javítására a testület a legutóbbi ülésén több mint 2,3 millió forintot szavazott meg. Ez alapvetően a hibák javítására és a szükséges tisztasági festésre lesz majd elegendő.
A budaörsi Róma önkormányzat elnöke van itt a stúdióban, aki egyben a tanoda vezetője is, Lakatos György. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én mindig gondban vagyok, hogy roma vagy cigány önkormányzat. Nekem a kettő szinoníma, de sokan azt mondják, hogy nem, hát romát kell mondani, mert a cigány az olyan csúnya. Én egyébként jobban szeretem, hogyha cigányt mondunk, hogyha cigányozunk, ragaszkodom a régi hagyományokhoz. A roma szó egyébként nem is teljesen cigány szó, meg nem is magyar, hanem a 90-es évek elején, 80-as évek végén egy picit ilyen kreált szó lett belőle, mert sokan nem merték, vagy nem akarták kimondani azt, hogy cigány, ezért kreáltak egy szót, ezt a bizonyos roma kifejezést. De bocsánat, visszatérve, igen, nem én vagyok a kisebbségi önkormányzat elnöke, hanem a Babos Imre, én csak képviselő vagyok. Oké, de ön szokott jönni az önkormányzat képviseletében. Minden alkalommal én szoktam jönni, igen. Az apropója pedig a beszélgetésünknek az, hogy a képviselőtestület elbírálta a nemzetiségi önkormányzatok pályázatait, lehetett pályázni összesen 22,1 millió forintra különböző programokkal kapcsolatban. Önök nagyjából 3 millió forintot kapnak, egy kicsikét a 3 millió forint alatt, és ebben olyanok vannak benne, mint hogy a cigánykultúra világnapjának a megünneplése, cigány népzené és néptánc foglalkozások budaörsi iskolákban, a cigány néptánc és népzené együttes fenntartása, aztán egy érzékenyítő foglalkozás a roma holokauszttal kapcsolatban, meg a működési költségek. Ez gyakorlatilag akkor az éves tervük? Nem, ettől sokkal több tervünk van, hiszen azért kapunk állami költségvetési támogatást is, működésre is, és programokra is, de egyébként, hogyha nem kapnánk pénzt, akkor is lenne valamiféle működés. Kétségtelen, hogyha nem lenne költségvetésünk, akkor sokkal-sokkal nehezebb lenne bármilyen jellegű programot megvalósítani. Egyébként törekszünk arra, hogy itt Budaörsön a lehető legtöbb helyre eljussunk, habár ez egyébként egy kicsit nehéz, majd erről, hogyha lehetne egy kicsit később beszélni, akkor most szívesen. Most beszéljünk róla. Jó, a programjainkat mindig állandóan meghirdetjük interneten, Facebookon. Volt időszak, amikor óriási, tehát én A2-es, A1-es plakátokat nyomtattunk, és raktuk ki az ország, a város különböző pontjain, iskoláktól kezdve a városházáig, a nagyobb terekig, és amikor önálló programot szervezünk, akkor hát nagyon-nagyon keves, a város lakosságához képest nagyon kevesen jelentek meg, 50-60, mondjuk 100 fő maximum. Most nem a cigány lakosságról van szó, hanem úgy egyébként a lakosságról, hiszen a mi programjaink azok nem csak a cigány lakosságnak szólnak, hanem mindenkinek, akit egy valamilyen szinten érdekel, vagy felfigyel egy picit a cigány kultúrára. Tehát nagyon-nagyon kevesen jöttek el. Pedig ha Budaörs napján fellépnek bármilyen cigány formáció, de leginkább a budaörsi cigányok, hát ott mindig tömeg van. Ez így igaz, és még egyszer, most is nem csak cigányok vannak, hanem a lakosságnak a jelentős része megjelenik, és mi ennek nagyon örülünk egyébként. Egyébként most is kivonultunk a Budaörs Fesztiválra, ha bár nem a nagy színpadon, de egy kisebb sátorban ott voltunk, és egészen jó hangulatot sikerült összehozni ott több más zenekarra. Na szóval visszatérve, tehát most egy önállóan csináljuk ezeket a programokat, de próbálunk csatlakozni egyébként más budaörsi intézményekhez, rendezvényekhez, mert így sokkal, mondjuk úgy, hogy könnyebb az embereket becsalogatni ezekre a rendezvényekre. Hát ebben nyilván segíthetnek azok a programok, és amire most nyertek pénzt az önkormányzattól. Az egyik ilyen a cigány népzené és néptánc foglalkozás az iskolákban. Ha már elmennek az iskolákba, akkor miért csak a népzenével és a néptánccal foglalkoznak? Miért csak ezt mutatják meg a mondjuk így többségi társadalomnak? Hiszen ők nyilván arra is kíváncsiak és érdeklődnek, hogy a cigányok hogy élnek. Pontosan ugyanúgy élnek, mint a többség. Biztos van olyan része az életüknek, a kultúrájuknak, ami hasonló, hiszen több száz éve együtt élünk magyarok, cigányok és más nemzetiség, de van olyan része is, ami nem, hiszen kulturális különbségek vannak közöttünk, ami szerintem rendkívül jó, és jó így élni, mondjuk így. Legalábbis azok számára, akik elfogadják egymást és tisztelik egymást. Nagyon szívesen bemutatnánk egyébként azt a részét is, hogy hogyan élnek ott, tehát a kultúrának más aspektusait, de ez az a rész, tehát a népzene, a néptánc, egyébként szoktunk időnként vetélkedőt is szervezni a cigányok létszámról, honnan jöttek, milyen cigány csoportok vannak, és a többi, és a többi. De az a rész, ami megmutat, könnyen megmutatható, látható, befogadható, az tulajdonképpen a népzene is, legalábbis mi így gondoljuk, és a gyerekek számára meg még inkább, ugye, mert ők maguk is részt tudnak benne venni, tehát mi ott nem, igazából nem is
nem csak előadást tartunk, hanem próbálunk interaktív programot létrehozni ott a gyerekekkel és a felnőttek, ahol ők maguk is részt vesznek, hiszen megtanulunk dalokat, tapsolunk, néhány tánclépést tanulunk, meg mondom, vetélkedőt szerveztünk már az ősszel a gyerekeknek. De ennek nincs az az üzenete, hogy a cigányok azok mindig csak mulatoznak, ahelyett, hogy dolgoznának? Holott ez azért így nem igaz, hogy nem dolgoznak a cigányok. Ez teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy van, hogyha csak ezt a részét mutatjuk meg, akkor van egy ilyen üzenet, és vannak is ilyen együttesek, ha bár nem a népzenei együttesek, hanem mondjuk úgy, hogy a diszkósított, poposított népzenei előadók, vagy más könnyűzenei előadók, akik tényleg szövegben is, dallamvilágban is azt közvetítik, hogy a cigányok nem gazdagok, tehát énekelnek, táncolnak, mulatoznak. Na most a mi foglalkozásunk egyébként nem erről szól. Tehát meg lehet mutatni a népzenét és a néptáncot úgy is, hogy a nehézségeket, a fájdalmat, a szenvedést is meg lehet mutatni, és nem csak az örömöt, és nem csak a mulatozást lehet. Lázár János, aki a korábbi ciklusban a miniszterelnökséget vezető miniszter volt, és a migráció kapcsán beszélt, ő mondta azt, hogy hát a cigányok is idejöttek, és nem sikerült beilleszteni őket a társadalomba. Tehát akkor még van egy ilyen vélekedés, hogy a cigányok nem illeszkedtek be a társadalomba. Egy ilyen rendezvény jó arra, hogy akkor beilleszkedjenek? Vagy egyszerűen csak ismerjük meg, tudjuk meg, hogy milyenek a cigányok? Én nagyon sajnálom, hogy Lázár János ezt mondta. Én azt gondolom, hogy a cigányok többsége integrálódott. Ez nem is kérdés számomra egyébként. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy az integráció az nem csak a kisebbségnek, egy adott kisebbségnek a vívmánya, hanem alapvetően a többségnek, a többség kell, hogy elfogadja a kisebbség. Ez egyébként szociológiai tény, tehát ezek olyan tények, amin nem érdemes túlságosan sokat vitázni. Egy adott kisebbségnek a sorsát, az élethelyzetét, főleg, hogyha az raszhegyekkel megáldott kisebbség, mindig a többség határozza meg. De hogyha visszatérek a kérdésre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hát egyrészt ezek a foglalkozások, ez kevés arra, hogy az integrációt teljes egészében le tudja fedni. Nincs is olyan foglalkozás, ami le tudná fedni. Sok ilyen foglalkozás kell, nem csak ilyen kell, hanem valóban olyan is kell, ahogy részletesebben bele lehet menni, vitázni lehet, beszélgetni, ki lehet próbálni bizonyos, meg lehet fogni mondjuk hangszereket. De egyébként nem csak a népi kultúrát kell megismertetni a többségi társadalommal és a gyerekekkel, hanem egyáltalán ahogy ma élnek a cigányok, és hogyha ezt megismerik sokan, akkor nagyon sokan rájönnek, hogy tulajdonképpen olyan óriási nagy különbség nincsen a cigány és a nem cigány kultúra között. Van egyébként, nem is úgy mondanám, hogy különbség, hanem más aspektusok vannak a cigány kultúrában, ahogy a magyar kultúrában is, de valóban kellenek más jellegű foglalkozások is. Mi törekszünk arra, hiszen felnőtteknek szóló programjaink is vannak, filmvetítések vannak, ahogy már az elején mondtuk, holokauszttal kapcsolatos programok is vannak, ami azért egészen más, mint a népi kultúrának a megismertetése. De ugye itt a cigány holokausztról beszélünk. Sokan azt sem tudják, hogy ilyen volt, vagy hogy mi az. A cigányok maguk sem tudják egyébként, hiszen annak idején 70-80 évvel ezelőtt nem is szembesültek vele, nem is tudatták velük, hogy a magyar társadalom többségével sem tudatták egyébként, hogy az akkori lakosság, a magyar lakosságnak jelentős részét elvitték Auschwitzba, Buchenwaldba is, lehetne még sorolni, hogy hová, vagy később ugye jöttünk rá arra, hogy itt nagyon súlyos emberiségellenes történések voltak, és a legutóbbi 20-30 éves évvel ezelőtti kutatások és a rendszerváltás után jöttünk rá arra, vagy tudatosult bennünk, hogy itt nagyon-nagyon durva történések voltak a II. Világháború idején, és valóban így, hogy a cigányok pedig szinte semmit nem tudnak a holokausztról, hogy mi történt annak idején. Most próbálunk erről beszélni, egyébként sokan nem is képesek befogadni ezt. Nem azért, mert nem alkalmasak erre, hanem azért, mert olyan szörnyű események történtek, amiket épésszel felfogni lehetetlen. Gyerekeknek, fiataloknak, időseknek, bárkinek, aki ezzel találkozik, az egyszerűen képtelen arra, hogy ezt logikailag és ésszel fel tudja fogni. Ezért egyébként minden évben, amióta én Budaörsön dolgozom és Budaörsön vezetem a budaörsi tanodát, ez most egy picit más, de kapcsolódik a kisebbségi önkormányzathoz is egyébként. Minden évben viszünk gyerekeket Auschwitzba, hogy személyesen is találkozzanak azzal, hogy mi történt annak idején.
Igen, és hát a múltunk meghatározza a jelenünket, és fontos, hogy ismerjük a múltunkat, és fontos, hogy ismerjük a jelenünket, és amikor mondjuk megismerjük a cigány népzenét, a cigány néptáncot, vagy azt, hogy hogy élnek a cigányok, akkor ezt csak úgy általánosságban tesszük, hogy hát általában így élnek a cigányok, vagy ez le van fordítva, hogy budaörse, mert hogy van budaörsi cigány különlegesség? Talán lehet, hogy már egyszer beszéltünk erről, hogy lehet-e beszélni külön budaörsi cigány kultúráról, és szerintem akkor is azt mondtam, hogy mi még nem találkoztunk ezzel, hogy lenne külön budaörsi cigány. Jó, akkor más kérdezek, ha egy cigány család, akkor akár jó, akár rossz értelemben mindenkinek például az jut az eszébe, hogy a nagy család együtt él. A nagymama, a szülők, a gyerekek, sokszor még egy negyedik, ötödik generáció is. Sokan azt mondják, hogy hát ez szörnyű, akik mondjuk ezt nem bírják elviselni. De mondjuk nekik azt üzenem, hogyha csak el tudja ezt képzelni, hogy egy normál, idézőjelben normál családban, hogyha a szülők nem tudnak a gyerekekre vigyázni, akkor viszik a nagyszülőhöz, vagy a babysitterhez, vagy a nem tudom én hová, hát egy cigány családnál ilyen nem probléma, mert biztos, hogy van valaki otthon, vagy biztos, hogy van, aki például főz, ha éppen van étel, és teljesen másként élnek, mint ahogy azt egyébként fel tudjuk fogni. Na például így élnek a budaörsi cigányok? Egy részük így él, tehát hogy nagy családban élnek, én is ismerek ilyen családokat, de vannak olyanok, akik nem, tehát csak a szűk család, apuka, anyuka és a gyerekek élnek együtt. Sajnos olyan helyzet is van, hogy csak az anyuka él együtt a gyerekekkel, hiszen a globalizáció, mondjuk így idézőjelben, vagy a különféle társadalmi vívmányok, ezt is idézőjelben mondom, azok utolérték a cigányokat is. Integrálódtak. Így van, hát sajnos ez egy negatív példa, de ezt is hát el lehetne mondani, hogy sajnos a negatív példák is elérték a cigányokat, tehát a válások azok egyre jobban megjelennek a cigány közösségekben is, míg mondjuk 30-40 évvel ezelőtt szinte lehetetlen volt elképzelni azt, hogy a cigányok között válás lenne. Ahogyan egyébként a nagy családnak a szétesése is elképzelhetetlen lett volna. Na most, de ez biztos, hogy rossz, mert hogyha azért tönkre megy egy kapcsolat, ha teljesen mindegy, egy férfi nem tud a nővel élni, vagy a nő a férfival, akkor is maradjon mellette, mert ez van előírva? Nem, én nem mondom azt, hogy ez rossz vagy jó, én csak tényeket mondok. Majd a nézők vagy a hallgatók eldöntik, hogy ez helyes vagy nem helyes. Mondjuk az, hogy egy családban apuka, anyuka nem él együtt a gyerekekkel, szerintem ez alapvetően nem jó. Tehát egy gyereknek arra van szüksége, hogy apukával, anyukával együtt nőjön föl, de kétségtelen az sem jó, hogyha úgy nő föl egy gyerek, hogyha látja, hogy a szülei azok megölik egy idézőjelet mondtam, tehát hogy ölik egymást, bántják egymást, nem szépen élnek, kétségtelen, hogy ez sem jó. Tehát a globalizáció mondjuk így, vagy a többségi társadalom kultúrája a cigányokat is elérte, ahogyan egyébként sajnos a magyar társadalomban is egyre több a válás, még az olyan családokban is, ahol idáig elképzelhetetlen lett volna, de hogyha visszatérünk egy picikét oda, hogy a nagy családok, vagy generációk élnek-e még együtt, egyébként én sok nem cigány családnál is azt láttam, vagy többségi társadalom, vagy magyar családnál azt láttam, hogy ott, ahol nagypapa, nagyma, vagy még a dédnagypapa is még együtt élnek, és vigyáznak a gyerek, közösen nevelik a gyerekeket, ott hihetetlenül jól működött minden. Tényleg elképesztően jó volt. A cigány családoknál is, ha bár ott volt egyfajta kényszer, mert nem nagyon tudtak máshol lakni, csak együtt tudtak lakni, de egyébként ennek van egy pozitív hozadéka is, hiszen a polgári élet az nem biztos, hogy megengedi azt, hogy úgy élnek, hogy sokan élnek. Mondjuk itt Budaörsön is ugye nagyon sok cigány család él panelekben, kislakásokban, most ott nem tudnak együtt élni. Tehát hogy tanul a gyerek, hogyha egy szobába lakik együtt a nagypapa, nagymama, meg mindenki más, tehát ott elképzelhetetlen az, hogy polgári életet éljünk. Míg mondjuk vidéken lehet, hogy könnyebb ezt a helyzetet végigélni, ahogyan egy magyar családnál is ugye könnyebb vidéken a nagy családot összetartani, mint egy panel lakásban, vagy egy olyan lakásban, ahol erre nincsen lehetőség. Én forgattam egyszer egy dokumentumfilmet, hát már több évtizeddel ezelőtt egy cigány családról, ők egy panel lakásban laktak, 8 gyerek élt együtt, ott nem volt nagyszülő és dédszülő, de 8 gyerek és 2 szülő, és hát minden hétvégéjüket vagy a hétvégéjüknek a jó részét a templomban töltötték, és mikor megkérdeztem, hogy miért a kisgyerekektől, akik éppen csak óvodások voltak, azt mondták, hogy azért, mert ott van tér. Ott van tér, igen. Minden ember számára nagyon fontos szerintem, hogy tér legyen. Hát ezért rengeteg frusztráció van az emberekben, hogyha nem kapják meg azt a
azt a teret, azt a lehetős, azt a levegőt, amit nekik jár, az hihetetlen betegségeken mennek keresztül. Hadd mondjak egy nagyon gyors példát, én is egy vidéki példát, a település nevét nem akarom mondani. Jártam én le egy időbe dolgozni vidékre, azt mondhatom, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál voltam programvezető, és azt tapasztaltuk, hogy télen a gyerekek többsége a kocsmában volt, és játszott, és ült, és kártyázott, és érdekes, hogy inni ne, szeszes italt nem ittak, nem is kaptak, de szinte egész nap ott ültek, és nem tudtuk, hogy miért. Hát ott is ugyanez volt a helyzet, egyrészt azért, mert ott nagyobb volt a hely, meg közösség volt, egyfajta közösség épült ki, mint otthon, ahol laktak, illetve, ami még ettől is fontosabb, hogy ott volt fűtés, mert otthon nem jutott pénz arra, hogy fűtsenek. Szóval nagyon-nagyon érdekes dolgok alakulnak ki. Hát sok mindenről sikerült elbeszélgetnünk, az apropó pedig, amit szerintem azért elmondtunk, hogy nagyjából 3 millió forintot kaptak az önkormányzattól a különböző programjaikra. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is. Május az osztálykirándulások időszaka. Nem minden suliból mennek azonban távoli pontokra, vannak, akik csak a város szélére rándulnak ki. Igaz, nem kevés élményben lesz részük. A Csiki pihenőkertben ugyanis erdei iskolai táborokat is lehet tartani. Elsősorban az általános iskolásoknak kínálnak ott a történelmi mondákhoz, az indiánokhoz és a természetismerethez kapcsolódó időtöltést. A Csikibe egyébként már nem csak Budaörssel érkeznek gyerekek. Igazi Mátyás korabeli lovagi tornára, vagy éppen táncos mulatságra is lehetősége nyílott azoknak a gyerekeknek, akik ellátogattak a Csiki pihenő kert valamelyik erdei táborába a koranyári májusi napok egyikén. Idén a megszokott magas szakmai színvonalú programokat már egy kicsit szebb, megújult környezetben vehette mindenki igénybe, hiszen a jurták és a központi helyiségek is megújultak, korszerűsödtek. Újra itt a tavasz, újra itt a május, az osztálykirándulások szezonja, és elindultak újra az erdei iskola programjaink, és mint látják, élő újra a múzeum, illetve a régészeti park, és most már kicsit jobb körülmények között, hiszen felújítottuk a jurtákat, elkészült a gyerekeknek is az új vizes blokk, és ezért most már tényleg komplexen tudunk akár több osztálynak is egyszerre ilyen múzeumpedagógiai, illetve erdei iskola programokat lebonyolítani. Nagyon sokan itt is alszanak, tehát több éjszakára választják ezt a programot, amihez munkafüzet, tankönyv is készült, és sokféle téma közül tudnak választani. Elsősorban általános iskolások érkeznek hozzánk, akik a történelmi mondákhoz kötődően, Mátyás királykorához kötődő programokat, illetve a honfoglaláskorhoz kötődő programokat tudnak választani. A kisebbeknek, óvodásoknak, mert egyre többen kirándulnak óvodások, illetve az elsősök, ők pedig indiános programot tudnak maguknak választani. Emellett pedig a természetismereti programok, azok a zöld békás erdeiskola programok, ahol viszont a környező hegyeket járjuk be, illetve a laborunkban mikroszkóppal és egyéb eszközökkel megvizsgáljuk a begyűjtött növényeket, rovarokat, illetve ásványokat. Természetesen a gyerekeknek a játék mellett lehetősége nyílt a Mátyás korabeli tárgyak kipróbálására és a Hunyadi család életének a megismerésére is. Ő volt az, aki a Nándorfehérvári csatában győzött a törökök ellen. A térképen keressétek meg nekem, hol van Nándorfehérvár, és csak rá is raktuk a térképre. Igen, ez a mai Belgrád, Szerbia fővárosa. A Duna és a Száva összefolyásánál található, hogy nagyon jelentős végvár volt abban az időszakban Magyarországon. És ennek az ostroma volt a legjelentősebb 1456-ban, ahol Hunyadi János győzött. Mi Budapest 17. kerületből érkeztünk, Podmanicki János evangélikus általános iskolából. A gyerekek most harmadik évfolyamosak, az olvasás órákon foglalkoznak már Mátyás korával, hát történelmi olvasmányok keretében. És egy osztálykirándulás az, amit most ide tettünk, busszal érkeztünk, és ezt a napot szeretnénk itt tölteni. Hogy tetszik egyébként, mik a tapasztalatok? Mennyire más az, mint egy iskolai óra? Hát természetesen teljesen más, főleg ez, hogy bele élhetik magukat a korba, az öltözék segítségével, és nagyon sok újat is hallanak, ugye mert néhány olvasmány volt csak, és nagyon jó ez, hogy a térképet is megkapták, és tudnak itt tevékenykedni. Tehát más, mint egy tanúra kerete.
Megkérem ezt a fiatalember, gyere ráadom a fejedre, és te körbe mész, hogy a többiek is meg tudják nézni, hogy milyen egy igazi lánccsukja, amit a törökök is viseltek, illetve a magyarok is viseltek a csatában. Ez egy univerzális viselet volt. Sok mindent láttunk, például fokost, kardot, lándzsát, és nagyon tetszik, mert be is lehet öltözni. Azt tudom, hogy olvastok Hunyadi Mátyásról, meg az édesapjáról is, de volt-e olyan újdonság, ami számodra izgalmas volt, és még sose hallottál róla? Sok újdonság volt. A kardról is, ugye még nem hallottam meg, nem foghattam meg, meg a fokost se, meg a lándzsát se. Egy másik csoport a honfoglaló magyarok történetével, viseletével és fegyvereivel ismerkedhetett meg az erdei tábor programján. Ez ugye egy szabja. Hol van neki az éle, és hány van neki? Ezen az oldalon van, vagy ezen az oldalon, vagy mindkettőn? Ezen. Ugye egy ívelt penge, a könnyű lovas harcmodornak volt az egyik fegyvere. És igen, a külső élén van neki az éle. Ez most egy tompa bemutató fegyver. De attól még, hogyha majd eljutunk oda, hogy körbeadom, csak tokba fogom. De ki lehet majd próbálni, meg lehet nézni a súlyát, és egy picit majd ki is húzhatjátok, és megtobogathatjátok. A legkisebbeket az indián falu várta. A gyerekek itt játékos foglalkozásokon betekinthettek egy kicsit az egykori törzsek mindennapjaiba, és megismerkedhettek a sámán életével is. Na sámán, mi volt a feladatod a népnél? Vezettem az indiánokat a menedékhez. Én a pusztazámai iskolából érkeztem, és hát ez itt, ez a Veszten falu, ez itt tényleg ki van alakítva ezekre az indiánokra. Látom, hogy beöltöztél, te ki vagy egyébként, milyen jelmezt töltöttél magad? Sámán. Beszélgetettek a sámáról, mit tudsz róla egyébként, ki volt a sámán? A doktor az indiánoknak. És hogy tetszik az egész? Hogy érzed magad? Nagyon jól. Alig több mint egy hónap, ugye is indul a nyári szezon. Mennyire van még lehetőség, ugye, mert elég népszerűek a táborok jelentkezni? Hát igen, most már egyre kevesebb, ugye sorban telnek be a táboraink. Ezen a nyáron is egész folyamatosan várjuk a gyerekeket. Minden héten 5 különböző táborunk lesz, és a 6. pedig az óvodások számára. A művészeti, a modern, a természetismeret és a történelmi, valamint a főző táborok a legnépszerűbbek, ezek fognak leghamarabb valószínűleg megtelni. Tehát még érdemes jelentkezni a honlapunkon keresztül, hiszen jó idő van. Itt ezen a másfél hektáron adottak a lehetőségek arra, hogy a gyerekek élménygazdagon eltöltsék a nyári szünetet. Rajta, rajta, leszakadt a fajta, a Városi Magazin után Koncz Ákos előadását láthatják a hegymászásról, amit a Jókai Mór Művelődési Központ Világjárók sorozatának keretében tartott. Ezt felvételről közvetítjük, de most még előtte programajánló. Amatőr és profi baristák mérik összetudásukat a tejhaböntésben, játékos feladatokban helytállva, csütörtökön délután 5 órakor a budaörsi Zicsi Majorban. Az eseményre az új hullámos kávérajongókat várják. Az Állarcos Bál című darabot játssza a budaörsi Latinovic Színház pénteken este 7 órától. Újabb nagyszerű koncert lesz pénteken este 8:30-tól a Posztárton. Balogh Zsófia fülbemászó pop-rock, indie-blues dalait erőteljes ének hangja mellett bariton ukuleléje és szakszofon szólói fűszerezik. Legvégül pedig az elérhetőségeink. Ha van közölnivalójuk, véleményük, hívjanak bennünket. Én már köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a budaörsi Városi Televízióban.